Az énekes még novemberben került kórházba koronavírus fertőzés miatt, miután otthonában rosszul lett. Családja kérésére keveset lehetett tudni egészségi állapotáról. Advent második vasárnapján az Omega zenekar még a súlyos állapotban lévő Kóbor János énekével üzent. A Soha se fél című Demjén Ferenc dalhoz az együttes azt írta, soha nem volt aktuálisabb ez a dal, amikor félelem lebeg körülöttünk több szempontból. Kóbor János életéért nem csak Magyarországon, hanem világszerte izgultak. Klaus Meine, a Scorpions énekese, Leslie Mandoki és Dieter Maschine Beer is küldött üzenetet korábban az énekesnek. A zenekar tavaly két fontos tagját is elveszítette, Benkő László és Mihály Tamás is eltávozott. Az 1962-ben alakult Omega több tekintetben is úttörőnek számított a magyar könnyűzene történetében. Az 1968-as Trombitás Frédi és a Rettenetes Emberek című albumuk nem csak a zenekar első lemeze volt, de ez volt az első magyar könnyűzenei album, ami egyetlen előadó dalait tartalmazta. Az egyre rokkosabb számokat játszó együttes tánzzal fesztiválok és olyan filmek, mint az Ezek a fiatalok, és az Extázis 7-től 7-ig, valamint koncertek százai jutatták a legnépszerűbb magyar bandák élvonalába. Nem sokkal később már a nemzetközi siker küszöbén álltak. Az együttes elsőként jutott ki az Egyesült Királyságba, a magyar zenekarok közül nekik volt a legtöbb eladott lemezük. Az 1977-es Time Rubber külföldön 1 millió példányos sikert ért el. Úttörők voltak abban is, hogy saját stúdióval és hangosító vállalkozással rendelkeztek. Habár Kóbor János a Műszaki Egyetemen építészmérnöki diplomát szerzett, az Omega frontembere lett, és a zenekar slágereinek legtöbbjét a 60-as évek második felétől már ő énekelte. 1971 után a felvett dalokon pedig csak ő szerepelt szóló énekesként. Hangját az egész ország ismerte, mint ahogy jellegzetes hajviseletét, a hosszú szőke rocker frizurát is. Nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint a Petroleum lámpa vagy a Gyöngyhajú lány. Az 1979-es Gammapolis 650 ezer példányban kelt el itthon. Kóbor János 1987-ben lisztdíjas lett, 1998-ban a Magyar Köztársaság tiszti keresztjével tüntették ki. 2013-ban az Omega együttes tagjaként megosztva Kossuth díjat kapott. A zenekar új lemeze két nap múlva jelenik meg. Az énekes nemrég egy 60 éves születésnapi turnéra és televíziós felvételre is készült, azonban romló egészségügyi állapota ezt már nem tette lehetővé. Kóbor János 78 éves volt.